Szép jó reggelt mindenkinek, még egy kicsit állítunk a kamerán. És akkor kezdjük a második napot, ugye itt egy spirituális tanfolyamról van szó, úgy két napban ugye a jogának az alapjait próbálom így lefektetni nektek. És most érkeztünk a legnehezebb témához, ami valójában a kulcsa a spiritualitásnak. Tehát ez a kulcsa. Innen kezdődik az emberi lét, amikor valaki ezt a kérdést fölteszi magában, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, mi a dolgom ebben a világban, mi a célom, miért élek, miért van ez a földi lét, van-e valami azután. Tehát ezek már ahogy tegnap beszéltük az elmének a szerkezetét és működését, hogy a konkrét elme az mindig az anyagban munkálkodik. Tehát az anyaghoz köt bennünket, ugye az érzékekkel keresztül jön az információ, és az, amit mi a limitált érzékeken keresztül tapasztalunk, abban az illúzió buborékban élünk, hogy az a valóság, holott töredékét érzékeljük a körülöttünk lévő, még csak a materiális világnak is, a transzcendensről nem is beszélve. Tehát a gondolkodó ember az ott kezdődik el, amikor jön ez a kérdés, hogy ki vagyok én. És ez egy nagyon triviális kérdés. Valaki oda megy és megkérdezi tőled, hogy ki vagyok én, vagy ki vagy te. Akkor mindenki azonnal dobja a címkéket, ugye, amit gondol magáról, hogy ez vagyok, az vagyok, ilyen nemzetiségű vagyok, ilyen vallású vagyok, ilyen közösséghez tartozom, férfi vagyok, nő vagyok, szép vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. Vicces, egyszer volt, nem tudom, a Heidit ismeritek-e, Heidi Esze, gyógynövényes, és akkor volt együtt, egyszer tartottunk egy előadást közösen, illetve kettőt, és akkor így kérdezte a házigazda, hogy hogyan mutassa be a Heidit, és akkor mondta, hát ez egy címkézze, hogy akarsz. Tehát így mondta, hogy most mit mondják én? Hát címkézértem, ezek úgyis címkék, hogy én rakom magamra, vagy te raksz rám, semmi köze nincs a valósághoz. Ez az a nézőpont, ami egy spiritualistának a nézőpontja, hogy mindez a test, mindez az elme, ez mind egy kívülről összeszedett, összegyűjtött halmaz. Mint amikor te elmész egy boltba, és akkor veszel magadnak mindenféle ruhát. Az a tiéd, de az nem te vagy. Ugye? Minden, amink van, az lehet a miénk. De sosem lehet én. Te sosem lehet az én. Ugye? Mondjuk az én testem, az én valamim. De ki az az én? Honnan jön ez az én? Hát ez egy olyan dolog, hogy amit az ember, amikor ezen elgondolkozik, hogyha van már egy kicsit fejlett a buddhi, vagy ez a intellektuális oldal. Intellektuális, intelligencia az nem azt jelenti, hogy te képes vagy mindenféle anyagot gyűjteni, adatot. És rengeteg adatot tudsz tárolni, és azt vissza tudod mondani. Általában az emberek arra értik azt, hogy valaki intelligens. Az nem intelligens, az a manasznak, a konkrét elmének a kapacitása. Hogy neked van egy nagy hardvered, és azt tele tudod pakolni, és azt vissza lehet büfögni. Ez jelenti a konkrét elmét. Az intellektus az egy absztrakt dolog, az olyan, hogy az fölfelé kapcsolódik. Tehát amikor a mély intuitív állapot, vagy a mély intuitív működés az, ami az intellektusnak a valódi jele. Ezt képzeljétek el úgy, hogy jön egy zenész, leül, és mondjuk úgy, hogy lecsatornáz, amikor valami csak úgy jön, és nyilvánvalóan valahonnan kapja, mert Mozart 5 évesen nem tudott írni olyan, nem volt annyi információ neki a birtokában, hogy ő olyan zenéket írjon. Értitek? Tehát, hogy egy művész, amikor elő is megfest valamit. Nagyon ajánlom egyébként, Leonardo da Vinciről készült egy ilyen nem tudom hány részes film,
hogy ez az ember hogyan élt, hogy mennyire volt spirituális, mennyire volt intuitív, és hogy ment mindig a szív után. Mert ugye az elme az a fejen keresztül operál. Ezt egyébként nem mondtam el, hogy mi hol van. Ezt lehet, hogy most a tegnapihoz kapcsolódóan lehet, hogy most elmondom, hogy az elme hol van, a buddhi hol van, és az ego hol lakik. Tehát nagyon intuitív módon csinálta a dolgait, és ez mindig a racionális elméjű embereknek, ez mindig túl sok. Tehát azt mondják, hogy hát ez nem ebben a világban él ez az ember, ez el van szállva. Nem, ez azt jelenti, hogy ő föl van kapcsolódva egy magasabb létbe, és tovább lát az anyagon. Az anyagon a nagyon racionális elmeközpontú működésű ember, az általában mindig rakosgatja a kockákat. És mindent be akar rakni egy fiókba, mert neki mindent úgy kell megérteni, mindent rendszerezni kell, és meg kell érteni, hogy itt ebben a korlátolt világban hogyan fér be minden a korlátoltba. Ezért mondják azt, hogy korlátolt nézőpont. Vagy hogy ugye, beszűkült nézőpont. Ez a materializmus, a materiális elmének a mindent nekem meg kell tudni érteni ezzel a hétköznapi elmémmel, az érzékeimen keresztül. Az intuitív ember az meg jobban föl van nyitva, és akkor engedi, hogy bejöjjenek oda nagyobb tapasztalások, és akkor ez természetesen levetül a mindennapi életében, cselekedeteiben, tehát, és akkor születnek extrém dolgok, amikor bárki ebben a világban extrém eredményeket letett. Volt egy nagyon-nagyon híres matematikus, akit sajnos a világ nem annyira ismer, sokkal nagyobb matematikus volt, mint Einstein. Rengetegen táplálkoztak a munkájából, jóval előtte élt egy indiai fiú, hát fiúként kezdte ezt a matematikát. És az egész, ez a fekete lyuk elmélet, egy csomó minden tőle jön. A nyugatiak ellopkodták az ő dolgait, mert ő az 1900-as évek elején élt, és aztán már kint Indiában tizenakárhány évesen írta mindenféle elméleteket a legmagasabb szintű matematikáról, a kozmoszról, mindenről, teremtésről. Elméleteket, és általában a tudománynak mindig az a menete, hogy először leírnak egy, hogy mondjam, mielőtt megállapítanak valamit, írnak hozzá ezt úgy mondják, hogy mathematical backbone, hogy egy ilyen matematikai vázat, amivel próbálják alátámasztani azt a tényt. És akkor ő megfordította, ő csak írta le azokat a dolgokat, és akkor utána elhívták Angliába, hogy ilyen zsenit nem lehet. Egyébként úgy hívták, hogy Ramanujan. Van egy film róla, érdemes megnézni, azt hiszem Infinity. Azt hiszem az Infinity a film címe, Ramanujan. Nagy matematikus, és aztán elvitték Londonba, természetesen a század elején a londoni akadémiai tagok, ezek a nagy nevek, és mindenkit azt mondták, hogy indiai. Abban az időben az indiaiak ott a kukát hordták, meg az utcát cseperték. Kellett papír ahhoz, hogy egy indiai fölüljön egy buszra. Kormánypapír kellett. És akkor egyszerűen csak mondta, hogy ömlött belőle a matematika, csak így ilyen transzállapotba írta le mindenféle olyan elméleteket, amiket a londoni királyi akadémiai társaság egyetlen tagja se szinte nem is értett. Aztán úgy próbálták fölvenni vele a tempót, és aztán végül tüdőgyulladásban meghalt, mert ott igazából tönkretették Angliában. És az volt, hogy őt kérdezték tőle, hogy ezek honnan jönnek neked, mert ő már ilyen fiatal korában írta, rengeteg ilyen notebookot írt, hogy tele voltak ilyen kis füzetei mindenféle nagyon-nagyon magas szintű elméletekkel, amit után publikált az Einstein, meg ilyenek, tehát kicsit tovább gondolva. És akkor mondta, hogy my Davy, bleed me mathematics, hogy imádott egy ilyen istennő formát. És olyan mély volt a kapcsolat, hogy neki csak csatornázta le. Tehát mondta, hogy neki csak mondja, lefekszik éjszaka, és jön, és föl kell kelni, és csak írni kell.
Szóval ez az, ez az intellektus, amikor az intellektus föl van csatlakozva a transz, magasabb szférákba, és így született minden dolog, amit ebben a világban ma úgy tekintünk, hogy a világ csodái, és nem tudjuk, hogy hogyan építették, nem tudjuk, hogy hogy csinálták, nem tudtuk, hogy hogy rajzolták, stb. Stb. Mert túl van azon a átlag teljesítményen, amit egy átlag ember tud produkálni. Egyébként az intellektus az ugye a szív környékén van. A buddhi az a szív környékén van. A manasz az a fejben van. A fejen keresztül operál. Az ego az pedig a gyökércsakrában lakik. Mert az ego az a szimbolikája annak, hogy egy hamis felfogásod van magadról, hogy te az anyagban létezel. Tehát az ott van lenne a farokcsontnál, viszont az arcon keresztül operál. Értitek? Tehát ezt nehéz érteni? Tehát az ego az ott van, de mikor bárki kérdezi tőletek, hogy mutass már magadról egy képet, akkor ugye az arcodat mutatod. Hát ma már mutatnak mindent, mert profi képekkel már lehet mindent is látni sajnos, mert ugye az emberek már olyan szintre süllyedtek, általában ez hölgyekről van szó, nem akarok senkit megsérteni, de ugye néha ugye a Facebookon görgetsz, és a profilkép helyén van valami más. És akkor ez a profilkép az, hogy az arcodat tett oda. Szóval, hogy az arcon keresztül operál, az arcon keresztül jön ki az a hamis azonosítás, ugye, akkor ez én vagyok, nézd meg, akkor küldök egy képet magamról. Most még ezzel kapcsolatban megemlíthetnék egy dolgot itt a kundalini ébredéssel kapcsolatban, hogy amikor a kundalini energia, van egy úgynevezett pszichikus szervünk, ez a kunda buffer szerverre nincsen szanszkrit szó, ahogy a gerincünk így megy le, és akkor a farokcsont, ahogy így bekanyarodik, ott van finom fizikálisan, ez nem látható, van egy ilyen bekanyarodó dolog még, mint hogyha annó az állati farkunk ott lenne, és belenne így, ugyanakkor a kutya behúzza maga alá a farkát, mikor fél, és nekünk van egy ilyen pszichikus szerv, és oda van bele akasztva, ott az az ego, és oda van beleakasztva a kundalini. Tehát megakasztja a kundalinit, a materializmus, az ego. Ezért volt mindig az, hogy amikor ugye a spirituális gyakorlatokat soha nem kezdték el addig a mesterek adni a diákoknak, ameddig egy megfelelő alázatos hangulatba valaki nem kerül. Amíg az ego nincs onnan eltakarítva, ez a gát. Ez volt a lényege, ez volt az energetikai lényege annak, hogy a tanítványt tesztelte, mindenféle olyan dologba rakta be, ahol az egója így volt gyalulva. Hordjál vizet, mossál fel, egy-két évig szolgáljad a mestert, aztán utána majd kezdesz tanítást kapni. Ez azért volt, mert hogyha a spirituális gyakorlatokat a nem kicsiszolt személyiségű ember elkezdi, akkor be lehet ébreszteni a kundalinit, de az ego megakasztja, és akkor a kundalini lefelé fordul. És ahelyett, hogy a felső szférák felé vinné a tudatot, leviszi egy démoni irányba. Itt látjuk azt, hogy rengeteg ilyen spirituális gyakorló, vagy gurú, amikor ilyen démonikussá válik, és elcsúszik, és ilyen szektákat csinál. Ez mind az van, hogy van egy erőteljes lelki gyakorlat, csak az ego, a személyiség még nincs kicsiszolva. És akkor nem tud fölfele menni a kundalini, hanem lefordítja, és lefelé viszi a negatív irányba, alsó régiókba viszi a tudatot, és akkor ilyenkor lesznek az ilyen, milyen normális volt még az elején a spirituális vezető, és akkor lesz egy nagy szekta gurú, és akkor drog, és minden. Én rengeteg ilyen történetet hallottam, mindenféle ilyen guruk, drog, prostituáltak, minden, tehát ami belefért. És ez azért van, mert ugye az erőteljes spirituális gyakorlat miatt a kundalini fölébredt, csak nem tudott fölfelé menni, mert óriási volt az ego, és bele volt akadva. Na ez csak egy ilyen kis érdekes kitérő. Mindig megint másról akartam megkezdeni beszélni, de tudjátok, ez mindig, amikor így jön valami, akkor azzal megyek, és akkor valamit kell mondani, akkor azt elmondom, ami ehhez csatlakozik. Szóval itt ez a hamis azonosítás, ez hogy
én anyag vagyok. És bármelyik gondolkodó ember, aki fölteszi magának azt a kérdést, hogy ki vagyok én, amikor fölteszi, hogy ki, még a nyelvben is benne van, az én kezem, az én fejem, az én szemem. De ki az az én? Mert amit mi gondolunk, hogy én vagyok, amivel azonosulok, még a mondataimban is azt mondom, hogy az nem én vagyok, hanem az enyém. Én kéz. Én láb. Nem. Ez az enyém, de kié? És az egyik ilyen nagyon működő folyamat, kezdeti meditáció, az az, amikor az ember leül, és azon meditál, hogy nem ez a test vagyok, nem ez az elme. Mert a test, mi a test? Van egy tudat. Az a tudati szikra bekerül egy anyamébe, egy kompozícióban, egy férfi, egy duális kompozícióban. Ugye van a férfi mag, és akkor van a hely, ami otthont ad neki, és fölnöveszti. Milyen érdekes Sivaként. Bejön a prakritibe, és a természet anya méhe kifejleszti az univerzumot. Ugyanaz, ami a makrokozmosz, ugyanaz a mikrokozmosz. És akkor onnan, hogy növekszik, de hol? Honnan növekszik? Hát a behozott mindenféle elemek, föltűz, víz, levegő, éter, étel formájában, megeszed, és akkor megeszel egy banánt, és akkor abból a banánból lesz te. Hát milyen ultraintelligens rendszer. És te tudsz erről bármit is, hogy mi történik? Semmit. Semmi. Nem tudjuk, hogy megy a... Tehát egy hihetetlen organizmus rendszer a testünk. Ugyanúgy, ahogy a természet is. Egyetlen sejtünket sem ismerjük igazán, hogy mi ott, minden úgymond magától megy. Tehát egy kozmikus intelligencia működteti ezt az egészet. Csak a teljesen ostoba emberek gondolják azt, hogy hát itt minden véletlen, meg csak úgy mennek össze-vissza a dolgok, és akkor majd ez összeáll egy ilyen rendszerben. Tehát mindig, én sosem értettem azt, amikor a materialisták azt mondják, hogy nincsen semmi felsőbb dolog, felsőbb intelligencia, hanem minden csak úgy véletlenszerűen, mert ez egy nagyon alacsony tudatállapot. Szóval ez egy komplett tudatos rendszer, és... gyűjtünk be elemeket, ami a testünké válik. És ameddig a benne lévő vitális energia, a pránák, ezt, amikor még nagyon aktívak, akkor ezt növesztik, amikor a pránák elkezdenek lefelé már menni, akkor ugye az anyag elkezd eltűnni. Elkezdünk összemenni, elkezd a test lebomlani, úgymond. És akkor van a halál, amikor a pránák abból a testnek a működtető energiája, az végleg eltávozik, akkor lehet mondani azt, hogy valaki meghalt. Sőt, még a halál sem egy pillanat. A születés, vagy a léleknek az anyamébe kerülés, az anyamé elfogadása is, ez egy folyamat. Tehát amikor megfogant, itt van a gyermek. Nem. Jó, a lehetősége van annak, tehát már itt ott az élet, a tudatszikra az már megérintette ezt a dolgot, és elkezd szépen elfogadni. Általában 8-40, egy átlag embernek 48 nap, átlag tudati minőségű embernek olyan 48 nap körül van, mire teljesen elfogadja azt az anyaméhet. Általában, akik nagyon tudatosak, anyák, ők érzik azt a pillanatot, amikor teljesen bejött. Tehát van egy olyan érzés, ezt nem tudom, én nekem ilyen, legalább ebben az életben ilyen nem volt, de hogy lehet érezni azt, hogy és akkor most ott valami nagyon erőteljes energia meg oda beköltözik. Pláne akkor, hogyha ez egy nagyon magas szintű lélek, aki jön egy anyamébe. És a halál az ugyanígy van. Amikor valaki orvosilag diagnosztizált, hogy meghalt, akkor onnan elkezdenek eltávozni a pránák. Először eltávozik a prána. Onnan lehet tudni, hogy először elkezd a új percek, és az orr, meg ilyesmi, elkezd hideg lenni. Aztán elkezdenek leállni a dolgok, tehát így folyamatosan a prána, apána, szamána, a különböző vájuk, életlevegők elkezdenek eltávozni, és mindegyik ilyen egyik, egy órán belül, három órán belül, 12 órán belül. A viána az, ami az egész rendszert fenntartja, az a létenergia, ami
élettel látja el az egészet. Tehát ha a viána hiányzik, akkor vannak például olyan betegségek, mint a lepra. Tehát, hogyha valakinek a viána kibillenése van, de erről majd beszéljetek az ajurvédán, ebben nem akarok most belemenni, csak érdekességképpen mondom, hogy amikor él, tehát az összes prána még ott van, de viána problémák vannak, akkor vannak olyan, hogy az új percek, az orr, meg mi leesik. Na ugyanez történik, amikor végleg a viána elhagyja a testet, akkor ez lehet 14 nap. Ezért van, hogy valaki meghal, akkor még mindig nő a szakál, meg a haj, meg a köröm. Mert a viána még ott van. Valami érzékelés még van. Tehát a halál az nem olyan, hogy hopp, elmentem és pam. A természetes halál az az, amikor ezek az életenergiák teljesen elhalványulnak, és valaki csak megy. Olyankor nagyon könnyen lehet elmenni. És amikor ezért nem annyira jó, amikor valaki öngyilkos lesz, vagy valaki balesetben hal meg, vagy valami megölik, és még nagyon az energia még nagyon ilyen vibráló, vagy még nagyon élénk az energia, akkor az a baj, hogy ő még finom fizikális testben még egy jó darabig ott van. De hogyha valaki természetes halállal hal meg, akkor általában nagyon könnyen megy tovább. Hú, ez egy egész procedúra az, hogy most megint elmentem egy másik irányba, hogy itt a testelhagyás, hogy az milyen, hogy akkor mit kell csinálni. Indiai kultúrában azt szokták, hogy összekötik a két lábujjat. Mert amikor a lélek kilép, akkor még egy ideig próbál visszajönni. És általában olyankor a testnyillásokon keresztül akar. Jaj, testnyílásokon akar jönni, vagy alulról, vagy ugye azért szokták bezárni az embernek a száját, mert még akkor ott valami. Vannak rengeteg olyan történet van, hogy ugye a koporsóba fölébred, meg itt-ott a halottas házba fölébred, mert még a lélek törekszik vissza a testbe, és valamikor sikerül neki. Aztán ezért kell azt, hogy szájat bezárni, összekötni a lábujjat. És akkor, hogyha a régi kultúrákban az volt, hogy ha valaki elhagyta testét, akkor ha nappal halt meg, akkor naplementéig elégetni, ha éjszaka halt meg, akkor pedig napkeltéig elégetni, és akkor minden olyan ruha, ami közvetlenül kapcsolatban volt a testével, azt el kell égetni. A többi ruhát azt meg eladományozni sok más helyre, mert hogyha egy energia még nagyon intenzív, akkor ugye ő tendenciák alapján működik. Tehát valaki kilép a testből, akkor ezt a diszkrimináló elmét elveszíti. Akkor csak tendenciák, energiák alapján mozdul az éterben. És ahol fölhalmozódva látja az energiáját, ott, ahol lakik, ott, ahol a ruhái vannak, minden, akkor ő ott van, mert ott az neki otthonos energia. Na jó, vissza megint a témához, hogy ugye minden, amit a testünket gyűjtünk, az nyilvánvalóan az öt elem. Az nem mi vagyunk. Ó, oké, de amit gondolok, az ízlésem, az érzelmeim, a gondolataim, ez is én vagyok. Nem. Ez sem. Amikor egy fiatal vagy egy gyermek megszületik, onnantól kezdve azonnal jönnek a mindenféle impulzusok a környezetből. Először a szülőktől, az iskolából, utána az életből, és akkor, ha megnézed magadat is, hogy hogyan változtál egy gyerekkorodtól, akkor lehet látni azt, hogy micsoda személyiségváltozásokon mentél keresztül. Tehát ez nem is én volt. Te voltál, de az nem én voltam. Tehát látjuk, hogy minden kívülről rakódik ránk ezeken a kapukon keresztül, az érzékeken keresztül. Tehát magyarul, a tudat, aki szemlél ezeken a kapukon keresztül, az független attól, mint ami hordalékként rád ragad. Ezt hívják úgy, hogy mája, ezt hívják úgy, hogy illúzió. Hogy én gondolok magamról valamit, amihez semmi közöm. Hát olyan szinten van közöm, hogy van közöd a kabátodhoz, csak nem te vagy. Tehát senki nem ment férhez még egy kabáthoz. Ugye, mert az félhez mentem a kabátjával. Bár most már ilyenek is vannak. Komolyan mondom, teljesen szétcsúszott az emberiség.
elveszi, hozzámegy a macskájához. Olyan dolgok vannak, hogy teljesen szétcsúszott az emberi elme ebben a mai világban. Tényleg a hülyeséget, ugye? Milyen hülyeséget lehet olvasni? Teljesen meghasonult. Férfi, nő, nő, férfi, mindegy, mi. Ez annyira, amikor az emberek ilyeneket csinálnak, hogy átoperáltatja magát, meg ő nem ezzel azonosul, hanem ő valami más. Ez azt jelenti, hogy teljesen szétcsúszott az elme, mert amikor belekerülsz egy testbe, akkor teljesen megkapod azt a pszichés struktúrát is, a testi működés, mindent megkapsz, ami arra a létformára, arra az életre adott. Lehet, hogy következőben leszel férfi, vagy másikban nő. De arra az életre ezeket erre vagy kalibrálva. És hogyha ezt át akarod élni, akkor egy őrült nagy zavar lesz az elmében, hát látszik is, hogy van nekik. Szóval ez a valódi énség, hogy ki vagyok én, az nagyon-nagyon távol áll attól a dologtól, aminek mi címkézzük gondoljuk magunkat. És amikor ilyenkor jön a filozófus, oké. De hogyha amikor ez a test meghal, és én nem halok meg, akkor hova tovább? Vagy honnan jöttem? Mi a múltam? Hogy van az, ugye akkor megint előjön a karmának a témája, amiről fogunk később beszélni, hogy van az, hogy annyira változóak az emberi sorsok? Valaki megszületik szegény családba, valaki egy milliómos családba, valaki szép, valaki sikeres, valaki nyomorult, ta-ta-ta-ta-ta. Hát az Isten megbüntette. De mire? Hogy lehet megbüntetni egy újszülöttet? Ez nonsense gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy van valami karmikus history előtte, amivel ő már jön, és neki ez van, mert le kell törleszteni az, amit minden dolgunkra felelősséget kell vállalni. Ezt majd átbeszéljük a karmán. Szóval itt van egy tudat, van egy tudati szikra, és ez a tudat, ez az átman, ez itt van alapvetően a szívben. Na most még el kell mondani azt, hogy a testünk sem csupán anyag. Van a kósa tan. Beírjátok a Google-ben, hogy kósa tan, vagy kósa testek, akkor fogjuk látni ezt, hogy van ez a durva anyagi test, annamaja kósa, és aztán van a pránamaja kósa, van a manámaja kósa, a vigyánamaja kósa, és van az ánandamaja kósa. Szóval nekünk a testünk van álanyagból, durva anyagból, ami a négy elem, aztán van egy éteri testünk. Az éteri test az nagyon finoman ráilleszkedik, egy finom energiai test ráilleszkedik a mi durva testünkre. És az egy félig fizikai test. Mondjuk úgy, az éteri lények azok általában azok, akik elvesztették a durva testet, de még az éteri az megmarad, mert az még nagyon ilyen élénk az energia. És ez egy félig anyagi test, szóval ezeket egy bizonyos fajta tisztaság után, vagy bizonyos fajta gyakorlattal ezeket lehet látni. Az éternek a színe egy kicsit ez a kékes-fehéres sziluett. Na most, amikor az étertestnek az egyik bizonyítéka az, amikor valakinek mondjuk amputáljak a kezét vagy a lábát, és még mindig érzi. Ugye van ez a fantom, mondják, fantom érzet. És levágják a kezét, és annyit lehet tudni, hogy az éteri test még mindig érzékel extrém hideget, meleget és savat. Lehet kísérletezni, ha valaki, akinek amputálnak valamit, akkor ő hajlandó erre, hogy kell neki mondani, hogy oké, tedd ki a kezedet gondolatban, így magad elé. És akkor extrém hideg, vagy extrém meleg, vagy nem extrém, de hogy meleget vagy hideget öntesz arra a helyre, és fogja érezni. Most nem mondom, hogy öntsél savat, mert ezt ugyanúgy fogja érezni. És ez nem egy kellemes dolog. Szóval ilyen az éteri test. Vannak technikák arra, hogy hogyan lehet megtanulni éteri dolgokat látni. Ez nagyon egyszerű dolog, kis gyakorlás, és hogyha van egy megfelelő tisztaság, akkor érzékekben tisztaság, akkor ez könnyű. Megérzékeli, hogyha valaki finoman érzékeli a teret maga körül,
akkor én mindig tudom, hogy mikor van itt valaki más is, vagyis akkor jönnek-mennek, azt is érzem, mi negatív, azt is érzem, amikor mi extrém módon magasabb frekvencia bizonyos állapotokban látom is. Szóval ezek fizikális dolgok, tehát ezt ne gondoljuk, hogy ez valami misztikum, ez egyszer csak kicsit az érzékek már jobban ki vannak hegyezve, és akkor régen a régebbi emberek, ugye ez az összes ilyen ős magyar mesék, tündérek, koboldok, stb. Ezek mind ilyen éteri lények. Tehát az egész érdemes meghallgatni, be lehet írni a YouTube-on Somlósi Lajos tündérek. Az ős magyar kultúrából mondja, hogy milyen természetszellemek vannak, elementálok, ezek mind ennek a világnak a részei. Ezek nem mennyeiek, ezek nem magas. Ez mind ennek csak az éteri világnak az élőlényei. Ők nekik mind van itt dolguk, tehát csinálják a dolgukat. Vannak, akik segítőek, vannak, akik negatívabb itt maradtak, szóval itt a világ az nem csak annyi, amennyit látunk. És van a, ugye ezt most csak még hozzáfűzöm, hogy amióta bevezették a gyerekeknek ezt azonnal, hogy megszületik, oltják le. Héganyja. Az oltásokban akarják kinyírni az embernek a tobozmirigyét, meg a csecsemőmirigyét. Tehát azonnal állítják le azokat az érzékeléseket, ami a gyermeket érzékenyé teszi. Tehát ezek abszolút megcsontosítják a csecsemőmirigyet, ami kinyírja az immunrendszert, azért ilyen betegesek az emberek. A tobozmirigyet meg szintén betokosítja, tehát olyannak ezért ilyen ki kéne lenne nyitva, és így elzsugorítják ezek a mindenféle kötelező oltások, amit a gyerekeknek kell adni. Régen, amikor még ezek a kötelező oltások nem voltak, akkor a gyerekek 7 év alatt szinte minden gyermek látta a tündérek, manók, bármi. És mert akkor még nyitva van a koronacsakra. Tehát 7 éves kor után van, amikor elkezd bezáródni. Ameddig ők fölfelé nyitva vannak, addig sokkal-sokkal többet látnak. Tehát, hogyha ismerek olyan gyermeket, aki nincs meg beoltva, 12 éves, hát ez mindent lát. De minden gyermek ilyen lenne, meg ti is, meg mindenki. Egyszerűen csak kinyírják ezt, mert nem akarják, hogy mi lássuk a valóságot. Na most ez tök jó lesz, ezek a videókat fölteszem a YouTube-ra. Jön majd az algoritmus. De mindegy, ezeket el kell mondani, ez van majd. Hogyha elvitt a tech, akkor majd tudjátok, majd valahonnan küldöm a diplomát. Na, szóval igen, testek. Van az éteri test, van a manamájákossa, az meg az elmének a testje. Tehát van egy durva test, egy éteri test, egy mentális test. Van egy mentális testünk, amiben meg az összes gondolat, ugye ez az egónak a teste, amiben az összes múltbéli tudat, amit mondtam tegnap, hogy a tudatalatti, a szubegó, a hétköznapi egó, az ideális egónk, amik szeretnénk lenni, tehát az összes ilyen gondolat, az benne van ebben a mentál testben. És van egy úgynevezett energiatestünk, vagy szokták mondani ezt, hogy kauzális test, az okozati test. És azon túl van egy ánanda májá test, ezek mindek ilyen rétegek körülöttünk, az aurában, meg minden, ezek itt vannak körülöttünk. Az ánanda májá test az a fajta test, ami a legtöbb embernél eléggé inaktív, mert csak néha nyilvánul meg, ez a gyönyörtest. Tehát, hogyha mi föl vagyunk csatlakozva, a felső frekvenciákban ez állandóan gyönyörben úszik. Vagy meditációban, amikor megérinted ezt, aktivizálódik ez az ánanda test, akkor... Hogyha a kundalini megérinti az anahata, a szívcsakrát, akkor van egy ilyen testorgazmus, ami egy ilyen olyan tapasztalás, amit semmit nem fogható ebbe a világba ahhoz. Sokan összetévesztik ezt egy ilyen megvilágosodási élményekkel, de ez nem az. Ez még mindig ennek az anyagi világnak egy tapasztalása, de egy őrült erőteljes, ez a világ szeretet elöntés, és ez a gyönyör az utolsó porcikádban is. Nem csak valami érzékszerveden keresztül van valami gyönyör, hanem az egész testedben így, ez az ánanda. Ezt szétárod, ez ánanda mája a testnek a hirtelen aktivizálódás, és akkor kicsit érzed, hogy van. Hát nem tudjuk, nem, az emberek nem tudják, hogy az az, de
És akkor ez a test az, ami például innen jönnek, amikor jönnek azzal, hogy látó. Hú, hát ő látó. Látja a szellemeket. Meg látja az aurát. Jó, de ezek szinte fizikális dolgok. Ez nem egy látnokiság. Vannak olyan emberek, akik már kicsit jobban ki van nyílva, hogy látják a gondolatokat. Mert látják a mentáltestet. Vannak olyan emberek, akik még tisztábban látnak, azok látják a jelent jövő múlt, mert vagy legalábbis neked, ha rád néz, és azt mondja, tudja a múltadat, mert a kauzális testedben az összes lenyomat benne van. Az összes előző életed, bármilyen, amire rákoncentrál, az neki ott, amikor néz, akkor kijön. Ez már egy kicsit magasabb szintű látnokiság, de a valódi látnokiság az a transzcendensnek a látnokisága, amikor valaki a transzcendentális tapasztalásokba megy be, és ott van az a fajta tisztán tudás vagy látás. Azok a valódi látnokok. Ebből a jogikus kultúra körülbelül azt hiszem talán 7 vagy 8 fajtát mond, ezek különböző risiknek hívják. Risi az azt jelenti látni, látó, tudó. Ugye hát ezt az ősmagyar kultúrában a tudóknak hívták ezeket az embereket, bátya, bácsa. A bátyák voltak azok a sámánok, látnokok, táltosok, tudók. És akkor van olyan állapot, amikor bele lehet menni ezekbe a szférákba, hogy hogyan látod a múltat és a jövőt. Ez is egy nagyon úgymond egyszerű dolog, legalábbis az elmélete egyszerű dolog, hogy hogyan tudsz betekinteni más dolgokban, mert nekünk van itt egy harmadik dimenziós téridő. Na, ez el kell mondanom azt, hogy milyen tudatállapotok vannak. Van 3 tudatállapot. Van a jágrát, ez az ébrenlét. Van a svapna, az az álom. És van a susupti. A susupti az a mély alvás. És amikor megyünk be, kezdünk elaludni, és megyünk be megyünk be az álomállapotba, minden egyes ilyen shift, vagy mi az, nem shift, minden egy ilyen váltásnál, akkor van egy olyan tudatállapot egy pillanatra, amit úgy hívnak, hogy turiya. A turiya ezenek a 3 tudatállapotnak az egysége, az a léleknek, az anyag fölött álló tiszta léleknek a állapota. Csak amikor az ember tompa spirituálisan, akkor ezen csak átmegy. Ha valaki már spirituálisan letisztult, akkor hogyha ő gyakorolja azt, hogy hogyan maradjon éber, úgy abban az állapotban, amikor átmegy az álomból, vagy az ébrenlétből az álomba, vagy az álomból a mély alvásba, mert mindegyiknél van egy ilyen dolog, akkor azt a hirtelen tudatállapotot megérinti, és akkor leomlik a 3D, és akkor egy magasabb távlatból nézed a téridőt, amiben azt látod, hogy erre-arra el tudsz nézni, és akkor sokkal több információd van arról, hogy mi fog történni, vagy mi volt. Ez például a déjà vu érzés. Biztos mindenkinek volt már déjà vu-je, hogy találkozol egy olyan dologgal, hogy bakker, ez nem hasonló, ez volt. Történik valami, és tudod, hogy az ember mit fog mondani. És akkor, amikor bakker, hiba a Matrixba. Ugye ez a hiba a Matrixba. Hogy megtörtént az a dolog, és valahogy a tudatalatti emlékekből hirtelen az előjön, amikor az történik. Bakker, hallod, ez már volt velem. Ez a déjà vu. Na most valakik ezt tudatosan tudják működtetni, hogy belemennek olyan tudatállapotba, amiben eltűnnek a korlátok. Ezt egyébként hívják, nem is tudom, azt hiszem, REM state-nek hívják, amikor vannak olyan alvási állapotok, amikor a zsenialitás az embernek kijön. Na, ez össze van kötve ezzel, hogy néha lehullik a determinációnk, és akkor olyan dolgokat tudunk. Én nagyon sok ilyen zenét írtam régen, írtam zenéket, és akkor éjszaka minden ott volt, fölkeltem gyorsan, leírtam szöveget, zenét, legitároztam, de azt visszafeküdtem aludni. Tehát, hogy ezek így működnek, meg olyan dolgok, amikig információk lejönnek, nagyon sok minden, csak ez az a baj, hogy az emberek elfelejtik, hogy mi történik akkor.
Hogy kerültem ide? Tehát vannak a kósa test, a kauzális test, hogy a kauzális testben az benne van minden, és akkor úgy itt a látnokok is, azok is. A valódi látnokiság az, amikor az ember a transzcendens szférákat érzékelve, onnan tudást lehozva, azokat úgymond látva, de az nem egy olyan látás, mint amit gondolsz itt, hogy látás, mert az nem az érzékekkel. Mi a látást az úgy gondoljuk, amit az érzékeiddel látsz, vagy amiben képben jelenik meg. Ezek ilyen leírhatatlan dolgok, amik úgy lejönnek, ami úgy ott van, az nem egy látás, hanem az jobban egy ilyen tisztán tudás, de na mindegy, ezek a dolgok, amikről nem lehet, ez nem lehet. Tehát az, aki ilyesmikről beszél, az hazudik, mert nincs ezekre úgy nagyon szó, de lényeg, hogy ki tudunk lépni abba a szférába, amikor a korlátok lehullanak. A lélek annak a tudatnak az eredeti minőségébe, ami nagyon messze-messze fölötte van annak, aminek te most itt korlátoltan gondolod magad. És amikor azonosulunk ezzel a testtel, és akkor hát fáj a lábom, eddig ér a kezem, mit tudom én, ezek a dolgok. Pláne amikor valaki magasabb szférából visszaszületik ide, és valami dolga van ebben a világban, vagy tanít, vagy gyógyít, vagy valamit csinál, és egy magasabb szférából ide visszaszületik, akkor ő neki annyira nagyon-nagyon kényelmetlen ez az élet, hogy nagyon nehezen viselik el ezt a korlátoltságot. Tehát az, hogy limitált vagy. És ez ugyanez történik akkor is, amikor az ember elkezd magasabb tudatállapokat tapasztalni meditációban, ott kim vagy, és egy Isten vagy. Ez korlátlan a tudás, a belátás, a gyönyör, a minden. És akkor utána, amikor ebből az ember elkezd visszafelé csurogni, és akkor itt csak azt látod, hogy ugyanaz a szerencsétlen vagyok, mint mindenki más. Tehát, hogy ennyit tudunk, hogy fölmegyek 5 emelet magasra a lépcsőn, és leszakad a lábam, meg kiesik a tüdőm, vagy értitek? Tehát, hogy ez a ennem kell, meg WC-re kell menni. WC-re? Micsoda? Tehát a magasabb dimenzióban, a negyedik dimenzió az az éteri világ. Az a hold és a föld közötti távolság között, ha most a 3D-ben akarjuk nézni. A holdi szférák az már az éteri fölött, ami a naprendszeri szférák, azok már olyan mennyei, vagy ilyen, hát nem tudom, hogy mondják pontosan, ez a celestial, ilyen, hát ezt mennyeinek írják le, hogy, de ez, én nem szeretem használni ezeket, szóval mindig valami másra asszociál az ember, hogy mennyei. Hanem ezek ilyen ötödik dimenziós szférák. Ott az élet az olyan, hogy neked fénytested van, nem kell menni WC-re, nincsenek ezek a korlátolt szükségletek, és körülbelül az elméddel azt teremtesz le, amit akarsz. Tehát, hogyha te akarsz egy ilyen házat, akkor ezt kiterjeszted. Teljesen más dimenziójú a lét. Szóval nagyon nehéz visszanyúlni ez az anyagban lévő dolgokhoz, amikor az embernek recseg a térde, meg minden. És akkor tudom, mi ez? Vagy ül. Na mindegy, nem is részletezem tovább. Szóval mindez ez a gyűjtemény, amit mi magunkra gyűjtünk, ez az 5 kósa, ezek a testek, akkor ezek mind nem mi vagyunk, viszont van emögött valami szemlélő tudat. Vagy ezt hívhatják léleknek, hívhatják szellemnek, de erről viszont nem tudunk semmit. Mivel, hogy ez transzcendens, túl van ezen a világon, nem lehet látni, nem lehet érzékelni, csak a jelenlétét lehet tudni. Meg azt te tudod magadról, hogy te létezel, és tapasztalsz. Csak bizonyos szűrőkön keresztül tapasztalsz, és más gondolsz magadról. Na, erre való a jóga, hogy ezt a fajta énséget, ezt a sokfajta hamisságot lebontja rólunk. És Patanjali akkor azt mondja, hogy akkor az önvaló önmagában áll meg. Tehát akkor ott tudod tapasztalni, hogy ki vagy te. Aztán utána, amikor elindul az ember följebb fel a szamádikba, akkor ott jobban kikristályosodik, de tudod, hogy nem ez az anyagi test vagy, és nem ez az elme. Ez a megvilágosodásnak a folyamata, amikor elkezdnek az érzékek, a tapasztalások kinyílni, egyre többet látsz a finomabb világból, éteri világ, mennyei világ, és amikor az ember áttöri ezeket a tudati szférákat, az illúziónak a tudati szféráját,
akkor ott van egy, az ego ott szörnyet hal. Tehát amikor van egy turi, akkor az ego ott szörnyet hal. Abban az értelemben, hogy az egy olyan energetikai lenyomat, vagy egy tapasztalás, ezt úgy mondják szanszkritben, egy olyan szamszkárral jössz vissza, hogy onnantól kezdve te soha nem leszel intellektuálisan illúzióban. Ez nem lehet, az nem azt jelenti, hogy most nem hatnak rád a dolgok, nem fogsz elérzékenyülni, vagy nem, hanem tudod, hogy ez nem igaz. Matrix című film tökéletesen illusztrálja ezt a dolgot. Amikor először kiveszik őt a Matrixból, és akkor ott van, és nem, ez nem lehet, és ugye kidobja a tacsot, teljesen összeomlik, és azt mondja, rakjatok vissza. Nagyon nehéz elviselni. Ezt majd, ha elolvassátok Adja Santinak ezt a Világod vége című könyvet, akkor ott ez nagyon jól leírja, hogy amikor először megtörténik egy ilyen tapasztalás, amikor átlépsz a valóságba, és vissza az illúzióba, az olyan mértékben összetöri benned a világot, hogy valamikor napokig, hetekig az ember így bolyong. Nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudok viszonyulni a körülöttem lévő dolgokhoz, mert kijózanodtál. Ezt hívják józanságnak. És ezért szokták általában, amikor valaki egy ilyen úton elindul, akkor elmegy valami kolostorba, szerzetesek közé, pár hónapra, asramba, bárhova, mert ott egy támogató környezet van. Amikor valakivel ez megtörténik, akkor egy támogató környezet van, hogy abban az pár napban, hétben, ameddig ezt feldolgozza a valóságot, addig ott támogassák. Az, amikor valakivel történik egy ilyen, és neked hétfőn menni kell dolgozni, az egy nagyon, vagy bármilyen dolgot csinálni. Tehát ez nem egy egyszerű dolog, de sok ilyen történik, amikor embereknek van ilyen tapasztalása. Pont mondom, tegnap is meséltem, hogy egy barátom most, hát ő neki nem is ilyen jellegű tapasztalása volt, de amikor így kinyílt egy kicsit a több, meg olyan erőket tapasztalt, amilyen kundalini effektus volt, és így megdöbbenve hívott. Csak azt néztem, hogy 3 napon keresztül hívogat, és nekem nagyon el voltam foglalva, mindig amikor visszahívtam, akkor ő nem vette fel, mondom, mi történt, meghalt valaki, vagy hívogat, és nem egy olyan ember, aki úgy bárkit úgy szokott hívogatni, mert nagyon jól menedzseli az életét, de mondom, nem tudom, itt valami történt. És akkor ott volt az, hogy nem tudom, üljünk le, beszéljünk. Jó, gyere, mondom, üljünk, szálljunk rá egy délelőttet. Tehát nagyon nehéz, amikor így az ember egy picit úgy elkezd többet látni, akkor úgy összeomlik ennek a világnak ami az egész lényege az illúzióban lévő embernek, akkor ott alapjaiban összeomlik. És akkor elkezdenek jönni, hogy oké, de várj, tényleg mit csinálok itt? Az ilyen emberek, amikor valami nagyon jelentős dolog történik, akkor általában az emberek így behúzzák a féket, várjál, én mit csinálok? Megyek, egész nap ott vagyok a kolhozba, megyek a diszkóba, a partiba, és akkor csak azt fogod látni, hogy az ember hirtelen csak ott egy idegenként érzi magát abban a környezetben, amiben eddig volt, és azt mondja, ez biztos, hogy nem. Valamikor ez egy hosszú folyamat, valamikor ilyen nagyobb lökésekben jön, de az ébredés az mindig egy ilyen jellegű dolog. Oké, akkor menjünk most át az, hogy honnan jövünk, és kik vagyunk mi valójában, a kezdetektől a végéig. Ez mind csak a bevezető volt. Én most nektek a kasmiri saivizmusnak a tanításai alapján fogom ezt az egész kört elmagyarázni. Ezt el tudnám magyarázni vaisnavizmus alapján is, más tradíciók alapján is, keresztény tradíció alapján is, mármint úgy értem, hogy a jézusi tradíció szerint, de menjünk a sajva tanítások szerint, mert az eredeti jogikus vonal. Ahogy már itt a Samkhya filozófiában elmagyaráztam, hogy itt Paramshiva van legfelül, most legfelülről kezdjük. Erről nagyon-nagyon nehéz beszélni, mert nekem végig duálisan kell beszélnem egy non-duális tanításról. A non-duális tanítás és a duális tanítás között az a különbség, hogy a dualitásban lévő elme nagyon könnyen megérti a dualitást. Van a lélek, meg van Isten. És mi fölfelé nézünk rá. A non-duális tanítás az az, amikor te Isten szeméből nézel rá, és akkor azt mondod, hogy minden egy.
Ez az, amit a duális elmének nagyon nehéz megérteni, és azért nehéz elmondani, mert a duális, a nyelvünk az duális. Vagy te meg én. De amikor azt mondom, hogy én meg én, azt nem értjük. Azt nem érti, az is nem érti az elme. A duális elme az azt tudja, vagy jó, vagy rossz. És azt mondja, is. Mi? Nem tudom. Tehát a non-duális tanítások azok mindig a magasabb szintű jóga gyakorlóknak volt az, amikor már non-duális tanításokat tanítottak, mert ahhoz kell egy intellektuális kapacitás, hogy az ember ezt befogja. Van Paramshiva, az univerzális tudat. Az Advaita filozófiában ezt mondja az a Brahman, a Nirguna Brahman, a formátlan Brahman. És ez a Paramshiva, amiben minden jelen van, mindennek a forrása. Az egyszerűen csak így, mondjuk a yin-yang, az a kerek, és egyszer csak önmagában ketté válik. Lesz egy Shiva, meg lesz egy Shakti. Lesz a férfi energia, lesz a női energia, de ez még nagyon egybe van. Tehát itt a yin-yang szimbólum az nagyon-nagyon szépen mutatja azt a dolgot, hogy a dualitás még egységben van. Tehát a fényvilágban ott még az egység az minden. Shiva, vagy minden az univerzális tudat. Shiva egyébként azt jelenti, hogy az, ami nem. Tehát ami nem anyagi, magyarul. Mert az, ami valami, ami megnyilvánult, az anyag. Vagy a manifestumban létezik. De Shiva az, ami túl van ezen. Az univerzális tudat. Ketté válik két polaritásán. És ugye, amikor van egy férfi principium, meg van egy női principium, ez szimbolikusan, ahogy tegnap mondtam, van leírva a joga szentírásokból, hogy Shiva meditál, és amikor Parvati jön és elkezd táncolni, akkor ő elkezdi megmozdítani a teremtést, és Shiva elkezdi kitolni magából a pulzáló univerzumokat, meg az élőlényeket. Tehát minden Shiva. Tehát a non-dualista tanítás azt jelenti, hogy minden Shiva, minden Isten, te is, én is, minden, csak egy lelimitált, lesűrített formába, és szétszórja magát élőlényekként, hogy egy külön individuális tapasztalással megajándékozva, hogy ajándéke ez vagy nem, az nekünk nem tudom, mert néha nem annak tűnik, hogy van ez az individuális tapasztalás, de az a lényeg, hogy ez Shivának a tapasztalása. Amit te vagy, az Shiva. Shivánkat, ő tapasztalja. És te is ő vagy, csak másnak gondoljuk magunkat, mert ez a játék. Ez egy krída, ez egy univerzális játék. És elkezd magából kiáradni. Lesz Shiva. Shiva, ő a tudatosság, Shakti, ő a tudatosságnak az ereje. És amikor ugye a férfi és a nő találkozik, akkor általában abból mi van? Vita. Nem vita. Gyermek. És tehát akkor születnek a gyermekek, és akkor születik három kumára. A kumára azt jelenti, hogy gyermekek. Ez az isteni háromság. Az atya, az anya és a fiú. Az eredeti ős magyar vallásban Jézus azt tanította, hogy atya, anya, az Isten anya, és a fiú principium. Ezt a Vatikán átvarják, kivették a női, tehát ők teljesen ábrahámi vallásként ki akarták írtani a női principiumot, mert a női principium az, aki megvilágosít a... És akkor betették oda a szent lelket. Atya, fiú és szent lélek. Nem, ez egy hülyeség. Nem. Atya, az ősanya, ugye az ős magyaroknál a boldogasszony imádat, ez nagyon erőteljesen ott volt, mert ő a teremtés. És ő a teremtésnek a létrehozója. Tehát ő Shivának az ereje. Shiva és Shava között az a különbség, egy I betű. Az I betű az a női principium. Ezért az indiai Yogini, Mahadevi, Devi, mindig ott van az I, mert az I betű az az isteni akaratnak a legfelső principiumban, a szanszkrit ABC-ben. A, A, I, I, az Icsa Shakti. Az az eredeti isteni akarat, hogy ő teremteni akar, az már női. Mert Shiva ősztil, ő benne van abban az állapotban, az atya, az az állapot, ami az a teljesen szilárd, stabil alap. A nő kezd el játszani. A nő akar dolgokat. És ő elkezdi kiterjeszteni, és akkor amikor Shivában nincs I betű, hanem Shava van, Shava azt jelenti szanszkritul, hogy halott.
Tehát Siva az ereje nélkül halott. De Shakti, ő szintén Siva. Tehát ez az, amit meg kell érteni, ez a non-dualitás. Hogy Shakti, Devi, a boldog asszony az ugyanúgy az atya. És amikor ők egyben vannak, amikor az energia egybeáll, akkor az paramsiva, az a totalitárius egész, az egész, a teljes egész, a totális egész. Ezért van egy nagyon nagy szimbolikája annak ebben a világban, amikor meg a férfi, meg a nő egyesül. Mert az energiák összeadódnak. Amikor a két energetikai kis vonalunk, ami a gerincünk mentén az Ida és a Pingala közösen bemegy a Sushumnába, akkor azt tolja fel a tudatot, abból lesz a megvilágosodás. Ugyanez az egésznek az replikája, a mi működésünket figyeljük, ugyanez van a kozmosz működésében. Amikor Shiva meg Shakti egybe for, ez paramsiva, az a totális minden, a totális tudás, a gyönyörre, az örök lét, Sat, Chit, Ananda. Szóval amikor Shiva meg Shakti elkezdi magát, elkezdek játszani, akkor ugye, illetve Shakti elkezd játszani, akkor utána jönnek a gyermekek. Az első gyermek ugye az a, az, az isteni akarat. Itt a Shakti. Az a legfelsőbb része a fényvilágnak. Aztán utána van a Chit, ugye Kapila, vagy a Gyána Shakti, és van a Kriya Shakti. Tehát van az isteni akarat, az isteni tudás, és az isteni, a legalul az isteni cselekvés. Ez mind a fényvilágnak a három szférája. Ez három fő isteni fiúban nyilvánul meg, három kumárában. De ez azt jelenti, hogy a fényvilágban ezek a minőségű élőlények terjednek ki végtelenül. Erre mondják a például a Puránák az, hogy a Vaikunta világban rengeteg ilyen fény, napszerű bolygók, és mindenhol ilyen ugyanolyan négykarú élőlények élnek, ezek mind Sivának, Rudrának, a különböző Shaktiknak a formái. Ezek egyszerre egyek Siva Shaktival, de mégis már van egy individuális különbözőség. Ugye ezt nehéz megérteni. Hogy egyszerre vagy te ugyanaz Istennel, mint Jézus, amit mondott, hogy egyszerre vagyok egy az atyával, és egyszerre vagyok különböző. Van egy különböző tapasztalásom, de közben megtapasztalom most azt, hogy én ő nő vagyok. Ugye ez az, amit a duális elme bekever, és azt mondja, Jézus Isten. Nem, ő sosem mondta magáról azt, hogy Isten. Ő azt mondta, hogy isteni minőség. Teljesen egy tud lenni az atyával, de közben tud különböző is lenni, mert ő egy fiú principium is egyben. Ízisz, milyen érdekes a magyar nyelven, is-is. Is-is, Ízisz. És ugye ez az egész fényvilág, rengeteg kiáradása a rudrák, bajravák, saktik, visnu formák, ezek mind Sivának, Saktinak a különböző kiterjedései. És akkor ott van a fényvilágnak az úgymond határa, vagy a fényvilágon belül le van kerítve egy rész, amiben Sakti, mint egy anyamé, létrehozza, lefedi, Mahámájával. És akkor ott van ugye, amit beszéltünk a tatva rendszerben, az öt kancsuka, hogy a tér és az időt, kiúz egy téridőt, ami azonnal limitáltá teszi azt a helyet és időrendszert, és akkor Shiva a játék kedvéért, hogy magyarázom ezt, amikor egy férfi meg egy nő együtt van, és megtermékenyíti a férfi a nőt, a sok pici önmagát rakja bele a nő méhébe. Rengeteg megszámlálhatatlanul, sok parányi önmagát. Minőségben ugyanaz, mint az apa, csak beteszi. Tehát az élőlénye önmagát lekorlátozza Shakti segítségével, Shakti befedi Sivát, és szétszórja a magját a manifestumban, és akkor leteremti az univerzumokat, a galaxisokat, a tejútrendszereket, mindent Shakti. Ugye az ősanya, a Prakriti, meg létrehozza a Prakritit, elkezdi kiárasztani az elemeket, és ez mind a tudatosság sűrűsödik le anyaggá. De ez mind rezgés, ez mind az isteni tudatnak a megnyilvás, ez a komputer tudat, valójában minden él, az a vicc, hogy minden él. Azt gondoljuk, hogy nem él, de minden él, minden ugyanaz a szubstancia. Csak valaminek magasabb szintű a tudata, valaminek kevesebb szintű a tudata. Tehát ezért isteni teremtménye a fűszától kezdve a fáig, minden élőlény ugyanúgy Siva, ezért nem követünk el ellen erőszakot. Tehát egy jógi
aki ezt tapasztalja, akkor ő csak úgy él, hogy a legkevesebb erőszakot követi el a világba. Tehát van olyan, volt olyan jógiról, hallottam ezt, egy forrásból hallottam, volt egy olyan jógi, hogy kint a dzsungelben élt, és még a virágot is, hogy fölajánlja, csak megvárta, míg leesik a fáról, nem vette le. Tehát úgy élt. Szóval, mert ez ennek a, amikor már egy jógi elkezdi tapasztalni azt, hogy az egész én vagyok, akkor hogyan tudok magam ellen erőszakot elkövetni? Szóval ez nem működik. Akarsz kérdezni? Nyugodtan tedd fel a kezed, ha akarsz kérdezni. Azért, mert nyitva van a hangszóród. Oké. Na, tehát akkor a manifestumban beáradnak a úgynevezett élőlények, vagy ugye jiva, szanszkritul az élőlény az jiva. Az univerzális tudat meg Shiva. Tehát egyetlen betű különbség van. A szanszkrit ABC ez nagyon csodálatosan van megalkotva, mert ott minden filozófia benne van. A legmagasabb szintű tanítás a kasmiri sajvizmusban, szerintem az egész spiritualitásban a mátrika csakrának a tanítása, ami az 54 szanszkrit betűnek a leírását mondja el, hogy Sivából hogy lesz a földelem, és hogyan tér vissza önmagában. És akkor lesz abból az A betűvel kezdődik, az A az Siva, az A az Shakti. Az utolsó betű az meg Sa. A, A, I, I, U, U, és akkor úgy mennek a betűk, és visszatér magából, hogy Ksa. A Ksa az megint Shakti. És az A és a Ksa, ha összerakod, és van egy ilyen Rudraksa mellett, nézzétek, van egy ilyen Rudraksa mellett a nyakamban. Ezen van 108 ilyen golyó, és akkor van egy a végén. Ez Rudra a végén. Az első az A, az utolsó az Ksa. Hogyha ezt összerakod, Rudra Aksa, az azt jelenti, hogy Rudra szeme, Siva szeme. Sima önmagára néz. Tehát, hogy hogyan ejti le magát a különböző saktikon mindenen keresztül le a földelemig, és a földelemből hogyan tér vissza önmagába tapasztalás céljából, ez a Rudraksa mála szimbolikája. Hogy az egész teremtés hogyan árad ki Paramsivából és tér vissza önmagában, ez a teremtésnek a játéka. Tehát Siva meg akarja tapasztalni önmagát, Siva magán kívül van. Ugye ez is egy érdekes, hogy a magyar nyelvben ott van, hogy minden Siva. Mert hogyha minden Istenből árad ki, akkor hogy lehetne nem Isten, ami kiárad belőle? Nem lehet, mert ugyanez az energia. Csak az illúziója, tehát amikor az élőlény, Siva bejön élőlényekként, korlátolt élőlényekként, és ez a három mála, ez a három tudatlanságot saját magára rárakja, azért, hogy játszon, mint amikor vannak ezek az őrületek most, hogy a metában, meg mindenhol, tehát föl is egy másik világban vagy. Szóval Siva fölteszi magára azt a vizuális élményt, amit te vagy, meg te, meg te, meg te, rengeteg formában. És ő akarja tapasztalni a teremtést. Ez az ő játéka. Ez egy krida. És ez egyszerre jelenti azt, hogy minden egy. Ez egy elég nehezen emészthető történet. Hogy egyszerre Isten vagyok, és nem. Mert a korlát, hogyha alulról nézem magam, akkor egy élőlény vagyok. Hogyha egy magas tudatállapotban tapasztalom magam, én vagyok Siva. Aki játszik. És az önmegvalósítás és a jóga az a folyamat, amivel lebontod magadról az összes korlátolt létfelfogásodat, és visszatérsz Siva tudatállapotába. És ezt meg tudod tapasztalni. Amikor valaki ezt egyszer megtapasztalja, egyszer egy ilyet megtapasztal, ezt Turiya Titának mondják, az, ha egy pillanatra megtapasztalja, örökre nagymester leszel. Hogyha ebben a testben maradsz, mert általában, ahogy mondtam, amikor valaki egy ilyen energiaállapotot megtapasztal, egy ilyen transzállapotot megtapasztal, azonnal ledobja a test. Azonnal ledobja az energiatest, a durva testet. Ezt úgy mondják, hogy vidéha mukta, egy olyan felszabadult, aki ledobta a testet. Egy ilyen transzállapotban maximum 3 órán keresztül tud egy legmagasabb mester is lenni, mert nem bírja a test. Ugye, amikor a Trabantba berakod a Porsche motort, és akkor beindítod, és széthullik a kaszni. Na, ezek azok a tudatállapotok, amikben a jógik belemennek, megérintik, és akkor itt a rengeteg szamádi, hát a
Jóga szutrában nincs a szamádiról szó, mert az még mindig el van rejtve. Ott csak azt mondja, hogy van ez a szamádi, és akkor ez is ez, de a tantrikus írásokban ezekről a tudatállapotokról jobban lehet olvasni, már tanulni. Hogy mik azok a tudatállapotok, amikor az ember belép ilyen szférákba, és akkor csak van egy betekintést kapsz, aztán mit jelent az, hogy amikor stabil vagy egy dologba, hogy a rendszeresen be tudsz járni. Ez egy csodálatos világ, amikor kinyílik a valóság, és óriási erőre teszel szert. Tehát olyan erőre, ami ebben a korlátolt világban. Szóval itt a jóga az ez. Nem az, hogy most a nyakam mögé tudom tenni a lábam, és akkor tapsolnak nekem, meg mutatványozók, és akkor amikor mennek emberek, és ilyen híres jógik, meg jóginik mennek városról városra, és akkor tudom én 300 euró egy workshop nap, vagy két workshop nap, és akkor vannak 300-an, és akkor azt mutatja, hogy kell kézen állni. És egy szót nem beszél arról, hogy gyerekek meditáljatok otthon, mert a valóságot nyílik ki. Cirkuszi mutatványosok. Tehát ez nem jóga. És azok, akik meg a valóságnak az útját járják, azoknak kötelességük az, hogy ezt mind elmondják azoknak a gyakorlóknak. Akik elindulnak, akik érdeklődnek a jóga felé, és akkor nagyon vonzó nekik a történet, csak sehol nem hallanak el, és a jogateremben nem hallasz róla, sehol nem hallasz róla. Nekem a jogatermeim, amikor voltak, akkor minden pénteken volt ingyenes előadás, ahova a jogásokba jöhettek, és mindenféle témákról beszéltünk. Ez minden jogaterembe kellene, hogy legyen. Hogy a joga oktatónak egy olyan tudása legyen, hogy az embert nem csak az ászana gyakorlás világában tudja vezetni, hanem az életmódbéli dolgokban, a táplálkozásban, hogyan gyógyulj meg, hogyan rakd össze magad mentálisan, és az, hogy mit jelent a spirituális út, ez számomra egy jogaoktató. És jogaoktatóval nem válunk egy tanfolyammal. Egy nagyon kedves, aranyos diákom egy tavalyi tanfolyamon most vizsgázott még csak le, és akkor írta, hogy sikerült a vizsgám, jogaoktató vagyok! Nem akartam neki visszaírni, hogy drága, majd 20 év múlva. Most elindultál egy úton, amikor tanulsz. Tehát amikor levizsgázol, akkor te rálépsz arra az útra, ami egy élettanulás, és hiába van nekem mesterdiplomám, én még mindig nem gondolom magamat egy mesternek. Sőt, minél jobban nyílnak aki a dolgok, annál jobban azt mondom, figyelj. Én elmondom, de tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy egy mester, hát az nem is mester alapvetően, ha valaki egy mesternek titulálja magát. Mert az nem értette meg, hogy az egész ez miről szól, és valószínű nincsen neki realizációja. Mesternek a tanítvány gondolja a mestert. Gurunak. Hát gurunak mindig a guru sosem mondja magáról, hogy guru. Az mindig a tanítvány gondolja, hogy ő a guru. Mert ő az, aki eloszlatta a tudatlanságot. Aki gurunak gondolja magát, az kány guru. Na, most itt lezárom a videót, most a legnehezebben